Na, sziasztok! Ez lenne itt a vadiúj malás vlog. Azért vagyunk az erkélyen, mert lesz szó majd a szúnyoghálóról is. De először pont egy héttel tel azóta, hogy megküzdöttem a fallal. Ki nem tudja, hogy miről beszélek, az nézze meg az előzőt. Na, vettem hemüveget. Úgyhogy reméljük, ez most jobban fog sikerülni. Nagyon veszélyes, teskós. De hát, ha működik. Van hozzá használati utasítás. Vagy csak a szemetet nem tudom hova dobálni, itt kint azért mászkálok be a szobába. Kíváncsi vagyok, mit írnak róla. De tulajdonképpen nevezhetjük unboxing videónak is, csak nem az. Megfelel az E166 szabványnak, kurva jó. Alacsony energiájú részecskék ellen véd. Na jó. Hát, ha jobb lesz, mint volt. Ha megvakulok, akkor nagyon jó lesz. De arra már rájöttem, hogy vagy én csinálom meg, vagy senki. Már hogy ide nem jön a kutya se. Jaj! Na, szexi? Na, aztán van hozzá The Mask. Azt is kipróbáljuk. Hogy miért nem a falat mutatom ezzel a szarral, és hú, ez kettő? Akkor lehet, hogy ez nem, de ez kettő. Hú, baszd meg. Hozzátartozik a tényhez, hogy amikor szerdán betekertem, akkor realizálódott, hogy betekertem Pestre, akkor realizálódott, hogy a Hungária körút az emberi életre alkalmatlan, és a levegő az teljes mértékben belélegezhetetlen. És gondoltam, hogy hazafelé, mert nem akarok megdöglani, van ott egy ilyen kerékpáros volt, besuhanom, és veszek egy ilyen kerékpáros maszkot. Sose találnátok, hogy mennyire akarták odaadni. Ez konkrétan 19 000 forint ér, úgyhogy nem vettem meg. Lehet, hogy ez ennyire nem hatékony, ez a Tesco-s... Milyen faszban van ez? 800 forint az tudsz. Mindjárt fölkötöm magam, jó lesz ez. De tudti, így van. Pedig. Lehet, hogy nem a szemüveggel kell kezdeni, na várjátok. Kipróbáljuk. Nem is rossz, menj már. Nagyon kemény leszek. Én fogok nyerni, már érzem. Mondjuk az az igazság, hogy nem jól illeszkedik a fejedre a tut. És itt simán az orr résznél be tud szerelni. De valamit csak használ. Na, szóval, hogy azért nem a fal részt mutattam meg, hogy miközben csinálom, az azért van, mert rohadt gázul néz ki. És hogyha egy fasznak van ebbe itt egy csavar. Ez azért van benne, hogyha neki megyek a falnak, akkor ez így átszúrja az agyamat. Minek raktak abba azok egy csavart, bazdmeg homlok magasságba. Uha, Na, várjál. Nem teljesen kompatibilis a szemüveggel a maszk. Na szóval az egy dolog, hogy beszélgetünk róla, hogy penészes a fal, és meg akarom csinálni. Egyébként kurva jól nézek ki, lehet, hogy így kéne streamet is tolni. Még fölvennék egy babos felkendőt, és tökéletesen jó mód, mert meg stream lenne. Ja. Szóval, hogy egy dolog, hogy beszélgetünk róla, de sokkal durvábban néz ki, mint ahogy te azt el tudod képzelni. És még annál is durvábban néz ki, mint ahogy most gondolod. Fölveszik a gumikesztyűt a cél. Nem cuppantós. Na és még azt találtam ki, hogy nem az egész falat próbálom meg egyszerre megcsinálni, hanem egy részét.
aztán kimenekülök, kiszellőztetek, és utána folytatjuk. Azt nem tudom, hogy élőben lesz a végig, vagy majd megvágom a végén azokat a negyedórás várakozásokat, vagy csak sikerül még, na milyen? Plusz, bezárom az összes olyan ajtót, amin keresztül levegőzik a dolog és húzat lehet. Na, bezártam az egyetlen egy ajtót, ami még nyitva volt. Elfogjuk a stúfot, ez itt a reklám helye. Hogy kell ezt kinyitni? Na, várjál. Na, állítólag most van on állásba. Hát szurkoljatok. Na, fújtam belőle négyet a falra, még élek. Sajnálom, de ez így fog menni. Lehet, hogy itt leszek estig az erkélyen. Na, megvárjuk egy kicsit, hogy hasonlottuk, addig elmondom a szúnyogfárót, mert az is, mint látható, már egész jól néz ki, ha leszámoljuk ezeket a részeket. Na, hogy egy normális ember, gondoltam, hogy rakunk fel egy szúnyoghálót pluszba, hogy ne jön be az összes nyomorult dög, bogár. Úgyhogy azzal kezdtem, hogy nem értem, hogy mekkora ez a ajtó. De ez itt 240x80-as. És akkor elvész a Tesco-ba, meg a Obi-ba, meg az ilyen helyekre, ahol azt mondják, hogy árulnak szúnyoghálót, bele fogok rohadni ebbe a cukrába. Na mindegy, szóval elmész, és akkor árulnak neked, hú, hol van a doboza, mindegy, most az a nem megyek meg. 2x110-eset, ami ennyire látható a képpel, látható, ugye eddig ér, de most az ajtó meg olyan magas, ami szopás. Úgyhogy vettem még egyet, amit így fölé megpróbáltam felrakni, és mivel az is kurva nagy, azért lóg itt le, majd levágom ollóban vagy valamivel. Hú! Ez be fog párásodni az üveg, az lesz meg nagyon jó. Úgyhogy, ja. De szerintem ezen már olyan nagyon jó, ilyen mágneses, hogy kibe lehessen járkálni, ott vannak egyébként rések. Ott még simán el tudom képzelni, hogy komolyabb bogár, aki be akar jutni, az még meg tudja tenni. De azért erre azt tudom mondani, hogy ha nem minden áron hozzám akar bejönni, akkor ez azért már fölfogja. Konkrétan. Itt ez a szar, mennyit kell várni utána? 15-20 percet. Hát nem tudom. Lehet, hogy a végén el fog fogyni a hely a... Nem tudom, hogy hány percet tud fölvenni. Abszolút nem tudom.
És hát igazándiból ezt meg kéne ismételni. Vagy 20-szor. Lehet, hogy következőre meg fogom próbálni, hogy nem 4-et, hanem 2 sort megcsinálok egyből. De ma vagy én győzök, vagy a fal, de valaki győzni fog. Az tuti. És nem megyek be, még így se. Nekem elég volt a múlt szombat. Hülyét kaptam, meg bolondultam. Inkább legyen penészes a falba. Na, szerintem majd itt most nyomunk egy stoppot. Nem tudom gumikesztyűvel, hogy a faszba. 10 perc múlva újra elkezdem a felvételt. Na, körülbelül letelt 10 perc. Úgyhogy visszaveszem a kesztyűt. És meg fogom próbálni azt, hogy nem 4-et fújok, hanem 8-at. Körülbelül 4 fújás egy sor. Dupla annyit haladnánk. És függetlenül ettől a max-tól, meg mindentől, megpróbálok azért majd addig nem levegőt venni benne. Úgyhogy ez a terv. Na, mindjárt jövök, ha minden jól megy. Pedig jó. Na, most megint szünet jön. Ilyenkor leveszem mindig az egyik kesztyűt, mert egyfelől félek, hogy elszakad. Már igazából nem tudom, hogy ez a kesztyű minek, mert régen rossz, hogyha a kezembe folyik. Nem tudom leszedni, de az meg rám izzadt. Ezt a kurva életben. Nem tudom leszedni. Egy béna vagy mala. De hogy szorult ez meg? Én nem sok szart látok ebből. Ha eltépem, nem lesz másik. Jó, lejött. Azért nagyon durva ez a placebo. Nagyon be vagyok fosva. Nem tudom mennyire látszik, de nagyon be vagyok fosva. Sokkal többet fújtam, mint a... Azért nem állok oda, mert itt van nyitva egy ajtó. És az így egyenesen oda vezet. És ha valamerre szellőzik a dolog, akkor nyilván ezen a ajtón keresztül. Hogyha ezzel végeztem, akkor minden nyomorult ajtót ki fogok nyitni, meg ablakot, meg mindent.
meg ott az egész környéket fölmosom. És akkor reméljük vége szakad a történetnek, mert amúgy... Hát nem tudom mennyire van ez a helyén. Mert amúgy szépen viszi. Mert fehéredik a fal rendesen, csak kurva nagy a felület. Most még gondoljatok bele, hogy ez mondjuk egy akkora felület, mint én. A fejem nélkül mondjuk. És ez a spritzni, amikor elfújod mondjuk egy ekkora részt. Mit tudom én, egy ekkora részt. Spritzolsz le belőle. Ami, hát ugye, nem túl sok. És most nagyjából 4 prickolás, vagy inkább 5, az egy ilyen csík. Gondoljátok be, hogy hányszor végig kell prickolni. Na jó, nem magyarázok annyit. Megint tartunk most inkább egy negyed óra szünetet, nem 10 percet. És akkor a legközelebbi behatolás is meg lesz. Na, ugyan még nem telt le, de ez a vinyogás az volt, hogy közben elment az áram. Most már teljesen Csernobyl feeling van. A vinyogás meg az volt, hogy beindult valamelyik háznak a riasztója, mert ugye elment az áram. Úgyhogy... lesz ez még jó, és ennyire durva ez a cucc, hogy még az áramot is. Áramot is leöli. Igazániból egy olyan... megint elment? Nem, most éppen van. Na, akkor valami nem tetszik annak a riasztalonat. Igazániból eltett egy olyan... hát... 11-2 perc. Mire visszaöltözök. Meg ilyenek. Meg elindítottam a kamerát. Azóta is eltelt vagy 1-2 perc. Körülbelül megvan a kért idő. Ja, na. Következő köve. Vinyogás is abban maradt. Nagy levegő. Itt vagyok. Annyit fújtam, amennyit mertem. Sose lesz kész. És ilyenkor jön rá az ember, hogy nem is tudja túl soká visszatartani a lélegzetét. Ugyan kibírtam, de mennyi lehetett ez? Ott van egy lyuk. Ennyire zár légmentesen ez a szar. Hát jobb, mint a semmi. Úgyhogy, ja. Megint, most többet várunk, mert most sokat fújtam. Jó sokat. Jó sokat fogunk várni. Igazán, mondtam, ezen gondolkoztam az előbb, hogy kurva unalmas itt kint a... Kicsit fordítok ezen. Eljöttök. Legalább látszódom.
És jó, felebdeled, de mindegy. Hú, szóval jelen gondolkodtam, hogy mi a francra lehetne elütni az időt, mert kurva jó itt az RT-n állni 10 percig és nézni, hogy gyeripen a madár, ilyenek. De hogy az annyira nem fun. Úgyhogy nem tudom, erre ki kellett volna találni valamit, hozni ki egy könyvet. Igazán a könyvér még most is bemehetné. Teljén az idő. Egyébként haladunk. Körülbelül hát ez lehet a fele. Úgyhogy itt leszek estig, de ha sikerül megcsinálni, iszonyat boldog leszek. Egyébként azért van rajtam ez a nagyon durva fehér póló, mert hogy ez kuka. Gyakorlatilag biztos nem viszem be a lakásba ezek után. Úgyhogy ja. Na jó, van ilyen semmiről, nem akarom itt húzni az időt, megint megvárjuk a tutit. Ilyenkor csak egyik kesztyűt szoktam levenni, a többi az marad. Na, hát akkor negyed óra múlva. Na, megint meg volt a pihenő idő. Isten igazándiból egy nagy baj van, kezdem érezni, hogy rám jön a mehetnék, hogyha csúnyabban akarok fogalmazni, akkor a szarás. És nem biztos, hogy jó ötlet beülni a budira, bár ki tudja. Na, most mielőtt bármi történne, csak egy kicsit megközelítem a hármas blokkot, mindenféle tudsz nélkül. Hogy kicsit szemrevételezzem, úgyhogy haladunk. Mindjárt beszámolok róla. Hát, rohadt sok van még hátra, sajnos. Az is biztos, hogy nem akarok fél munkát végezni, ha már ekkorát kopok vele, akkor perfektre akarom megcsinálni, nem pedig csak úgy immelámmal. Ja. Visszavesszük a kesztyűt. Nem tudom, hogy lett ez ilyen szoros, vagy nem, mi baja. Nehezen tudom. Nem mindegy. Na, megfogom a cuccot. És hát mindjárt jövök. Nagy levegő. Na, még élek. Nagyon durván rájön ilyenkor az ember. Hogy egészségügyileg egy hulla. Az ajtócsapódás nem tudom mennyire volt benne. Kicsit azt még ott bezártam gyorsan. Az egyik ajtót.
És de ez mondjuk plusz 5 másodperc volt, de már éreztem, hogy nem fogom kibírni egy levegővel. Állítólag, hogy több percig ki kéne bírni a víz alatt. Én nem tudom, hogy megfulladnák 20 szek alatt, vagy 30. Kipróbáljuk, úgyis mutatja az időt ez a szar. Hát 20 másodperc. 20 másodperc után, én biztos menne egy kicsit, ha muszáj lenne, mert víz alatt lenne az ember, de hogy mondjuk kijönne 30, esetleg 40. De hogy így... így 20. A 20-nál az már nem jó. Úgyhogy... ennyi időm van bent elvégezni a dolgokat. Tiszta Csernobyl feelingem kezd egyébként lenni. Ott is azt hitték a pupákok, hogy megvédi őket ott az ornál az a lyuk, az nem a, nem a legjobb, hogy ott van. Pedig ott van. Hát, bazd meg. Mindegy, kezdjük már, úgyis levehetem, egy kicsit megigazítjuk a tudtot. Igazán ebből nincs ott úgy lyuk, csak így ér össze a két dolog. Nem tudom, mit vagyok az erkélyen, szabad levegőn. Szerintem beleférne, ha egy kicsit megszellőztetném lassan a tudtot. Bár egész jó bírom ezt a maskarádét. Én már gyakorlatilag itt vagyok azért az erkélyen, vagy fú, egy órája legalább. Nem tudom már hanyatszor megyek be, de mondjuk négyszer. Akkor csak a várakozási idő. Egy óra. Úgyhogy durva. Na, elmúzom az időt. Megint megvárjuk a várnivalót. Na, mehet a mutatvány következő része. Az előbb picit bepánikoltam. Indokolatlanul. Mert kezd belerohadni a fejem ebbe a tudba. És megizzadtam. Az izzadság kicsit belefolyt a szememben, mondom, úristen csipi valami a szememben, de nem, semmi gond. Tehát bele kezd rohadni a fejem. Kesztyűt visszavettük. Jaj! Nem tudom még mennyi van hátra. Na. Újabb kör. Belégzés. Hú. Kilégzés. Jó. Hát még jó sok. Tényleg rám fog sötét adni. Az viszont tök boldogsággal tölt el, hogy még élek. Én nem haltam meg. És hogyha ezt így tovább tudom csinálni, tart, ameddig tart. Akkor ennek az lesz a vége, hogy sikerül,
És hogyha sikerül, soha többet az életben nekem nem kell szopni ezzel. És ez nagyon jó lesz. Az a baj, hogy így ránézésre megint nem jön le a kibaszott kesztyű. Szóval így ránézésre hát még négyszer biztos be kell menni. Az előbb gondolkoztam rajta, hogy mi lenne, hogyha hónap fejezném be, de nem. Itt igazániból a pánik az beszél, hogy félek, hogy valahol valamit csak elbaszok. De inkább legyünk túl rajta most. Annyira megértem, hogy már szarnom se kell, úgyhogy ha ilyen gondok nincsenek. És legalább rekordhosszú vlog lesz, mert nem tudom, hogy ez eddig mennyi. De kb. Beszélek fél órája semmiről, úgyhogy tök jó. Egyébként tiszta durva, hogy mennyi állat él a erkélyem, és sose voltam egy húzomba kint. Hát, másfél órát? Mióta lehetek én most már itt? Jó rég. Annyi fecske, meg bizbasz, meg szírszar mászkál ezeken a fákon. El se képzelnétek. Úgyhogy... tök durva. Na jó. Akkor mindjárt jelentkezem. Hello. Egy mindig mala. Én mindig élek. Behazolunk a következőre. Jaj! Haladunk, nem is rosszul, szerintem elég jó haladunk. Én mondjuk egy három és akkor legfeljebb, hogyha esetleg még egy-két pöttyöt vagy valamit találok, ami úgy tűnik majd, hogy kimaradt. Mert hogy ezután még majd nyilván lesz egy marha nagy szellőztetés. Kinyitom az összes létező cuccot. Aztán, amíg szellőzik, úgyis be vagyok öltözve, pont jó fog jönni. Mert ugye a ledropban benne vannak a ruhák. Malamama ruhák, kizmácskája, igen, dolgok, meg az én régi szarjaim. És de általános iskolás kabát. Meg ilyen fasságok. Ezt ki tudja azok mennyire penészesednek, vagy nem penészesednek, minden esetre benn vannak a gardróbba. És majd amíg szellőzik a cucc, azokat így unblock. Hát első körben kihordom az udvarra, valami nagy szatyorba, zsákba, nem tudom, valamit belerakom. Aztán utána jön a 5 pontos kérdés, hogy hova az Istenbe fogom eltüntetni. Mert ennyi ruha, amennyi a gardróbban van, az nem fog beleférni a kukába, ha megőrülsz, akkor se. Plusz, van maga a gardróbajtó.
ami szintén egyelőre kín van a udvaron. És hát ötletem sincs, hogy hova az Istenbe lehetne elvinni. Hát kaptam ilyen tuti ötleteket, hogy rakjam bele egy zsákba, üljek fel a bringára, és éjszaka valahol ejtsem el. Nem akarok ekkora paraszt lenni. De hogy így hivatalosan, meg hogy hova lehetne lerakni. Jó, mondta valaki, hogy várjon meg a lomtalanítás, de hát én fogalmam nincs, hogy mikor van itt lomtalanítás. És örülnék, hogyha véglegesen le lenne zárva a történet. Nem majd mit tudom én, hoppá, ugye fölököm a tudtat. Nem ám majd egy fél év múlva való lomtalanításig ott őrizgetem valahol az udvaron, mert hogy az... ezt nem szeretném. Na úgyhogy majd valamikor szétnézek a Google-in, hogy biztos van valami, hát régen volt ilyen méh, meg ilyesmi, de biztos nem veszik be. De csak ki lehet valahova baszni az ilyesmit, hivatalosan is. Jó kérdés. Kicsit meggyőzöm a nézőket arról, hogy érdemes végigmaradni. Ha sikerül megcsinálni, akkor utána megmutatom, hogy milyen lett. Nem biztos, attól függ, hogy hogy fog kinézni. Ma kurvára ciki. Legalábbis nekem. De hát ja. Na jó, nem húzom az időt. Megint ugye szokásos várás. Na hello, közeleg az új alászállás időpontja. Van durva, hogy lassan 4 óra. Gyakorlatilag elbasztam az egész délután. Már hát még nem elbasztam, mert ezt meg kell csinálni. De hogy elment az idő rendesen, az biztos. Szegény kukat. Még várja, hogy mikor hoztozunk délután. Hát, ha ezzel a tempóval haladunk, akkor... Lehet semmikor, de az igyekszem. Na most először kicsit közelebbről, mondjuk 3 méterről megnézem a 3-as blokkot, hogy hogy állunk. Hogy mondjam, hogy alakul. Ha elég tökös vagyok, akkor lehet, hogy meg lesz 2-ből. Na, nézzük. Nagy levegő. Hát, nem sikerült jól, mert hamar elfogyott a szufla, és légzőmaszk ide, légzőmaszk oda, én ott levegőt nem veszek, és hát idő előtt menekülőre kellett fogni, úgyhogy valószínűleg még 2 lesz. Annyiból már ennek meg kell lennie. Úgyhogy kívánjátok azt, hogy kitartson a szerencsém. Még 2 durva etap a takarítás előtt. Nem sok eltalálkozunk. No, jó eséllyel eljutottunk az utolsó előtti spricceléshez.
Tartsátok a tempót, ha tudjátok ennyit spriccelni egy nap alatt. Na jó, ne gusztustalankodjunk. Koncentráljunk. Nehogy itt elvazázzam a végét, és valamit elbasszak. Nem tudom, hogy mit tudnák elbaszni amúgy, de képes vagyok azért sok mindenre. Jó, na. Neki indulok vala. Nem jó. Hát jól lefújtam azokat a részeket, amiket még szerintem le kellett. Egész jól bírtam a levegővel is. Azért jöttem vissza itt az elején. Hát arra már rájöttem, úgyhogy nagyon telefiódott időt. Akkor valahogy kevesebb ideig bírod, de csak egy jó nagy levegőt veszel. Ha egy nagyon pukkadásig szívod, az valamilyen nem olyan jó. Na én azt mondom, hogy még egy kör lesz, mindenféleképp. És azzal szerintem már úgy sinem lesz a dolog. Ami azt jelenti, hogy veletek ellentétben meg egy fél órát fogok itt az erkélyen szobrozni. Nektek ez még pár perc lesz. És hogyha abba se döglök meg, akkor kijelenthetjük, hogy sikerül megoldani a problémát. Na. Akkor nézem a verebeket még egy 10 percig, aztán jelentkezem. Na, hello, még mindig én vagyok. Most, ha minden jól megy, akkor ez lesz az utolsó alászállás. Persze nem akarom elkapkodni vagy elbaszni. És úgy, hogy már nagyon elfáradtam itt állni az erkélyen, meg roppant unalmas is. Ha örülök neki, hogy még élek. Nem haltam bele. Nem tudom, meddig érdemes az embernek a szerencsét kísérteni. De ha már elkezdtem, akkor nem akarom úgy ott hagyni, hogy ott még marad egy folt, vagy valami. Most nagyon bízok benne, hogy a maradékot lefolyom. És mivel elvileg úgy készülök, hogy több nem lesz, ezért csinálunk egy nagy szellőztetést utána a házban, mert amiből nem sokat fogtok látni, de én csinálom. Utána még egyszer szemrevételezem a dolgot, hogy biztosan végeztünk-e vagy nem. De ha szerencsém van, akkor ez az utolsó. Lássuk a medvét. No. Hát lefújtam ott, ahol akartam. Meglátjuk, hogy le is viszi mindenhol, ahol fújtam. Esetleg nem találok még maradék foltot. Elvileg jónak tűnik. Na, úgyhogy most
Nagy levegővel kinyitok minden ajtót. Hagyjál le jól át a húzat a házat. Na, az ajtókat kinyitottam, és van mindenhonnan légmozgás, talán elég lesz neki. Hát mindenesetre megint egy jó 10 perc, utána szemrevételezzük, hogy hogy sikerült, jó? No, megint letelt a szellőztetési idő, és igyekeztem minden pont rálátni amúgy. Nézni, hogy milyen lett. Szerintem elég jó, amúgy. Úgyhogy kicsit megvizualizálom közelebbre, és akkor eldöntjük, hogy készen van, vagy nehogy Isten, még muszáj egy kis javítást eszközölni. Na, én azt mondom, hogy elég jó lett. De mivel szeretnék maximális eredményt, így egy-két olyan felületre, amiben nem vagyok biztos, hogy az teljesen jó, még egy adagot. Ha már ennyit szoptam vele, akkor legyen tökéletes az eredmény. Már amennyire ez így tökéletes. Úgyhogy még egy kört, muszáj. Lepróbálom úgy, hogy bal kézzel, nincs kedvem visszavenni jobb kézzel a plecsit. Eddig is egy kézzel fújtam, nem hiszem, hogy ez így kifogna rajtam, hogy bal kézzel. Ha most emiatt lövöm fel, de magam vele, akkor nem mondhatjátok, hogy lista voltam. Na. Nagy levegő. Siker. El is fordítom ezen ezt a biztonsági cuccot. Így effektíve lezártam a sprét. Jaj, de jó, lesz megint várni negyed órát. Jó, bevallom, nem negyed órákat vártam, csak ilyen 10 perc, 11, 9, szóval mindegy, az igyekeztem. Úgy néz ki, hogy eddig nincs baj. És mivel most már nem szándékozott többet fújni, talán nem is lesz. Úgyhogy szerintem megjelölhetjük, hogy győztünk. Előttem még áll azért egy takarítás, meg mondom, a gadrobot kidobálom az udvarra, egy szatyorba, meg ilyenek. Hogy effektíve effektíve szerintem úgy kb. Ez így vállalható addig, amíg nem találok egy festőt, aki megcsinálja rendesen az egészet. Ja, úgyhogy
Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek, Mala győzött, ezt kijelenthetjük. Vagy hát legalábbis döntetlen. Minimum döntetlen. Mert ugye múlt hét szombaton ő győzött. Most szombaton én győztem, az 1-1. És döntetlenre kihoztuk. Na, jó van. Mala voltam, legyetek jók. Sziasztok!